Az újvidéki ünnepség a Művelődési Ház kórusának fellépésével kezdődött. Szerintem nagyon fontos, hogy a fiatalok, nem csak a fiatalok, az idősebb nemzedék talán többet tud a magyar történelemről, de fiatalok már sajnos nagyon keveset. Az iskolai oktatást nem látja elő, hogy a nemzeti történelemből sok mindent megtanuljanak, és ezért ezek a megemlékezések rendkívül fontosak. Petőfi Sándor mellszobránál a Vajdasági Magyar Egyesületek, szervezetek helyezték el a megemlékezés virágait. Rémlik, mintha látnám termetes növését, pusztító csatában szápolt velését. Hallanám dübörgő hangjait Szabának, kit ma képzelnétek, Isten haragnának. Szerintem ez még ma is egy üzenetet ad nekünk, hogy ne hagyjuk, hogy mások uralják a sorsunkat, hanem hogyha úgy gondoljuk, hogy kezünkbe vehetjük a saját sorsunkat, akkor azt tegyük is meg. Az idei évben, évadban úgymondván igyekszünk rendhagyó dolgokkal kedveskedni a közönségünknek. Végül is mindig valami újat próbálunk ki. Az idén, tehát erre a megemlékezésre vendégül látjuk a Bölcsészettudományi Kar magyar tanszékének egyetemistáit, növendékeit. Az előadásban a szabadságharc és a forradalom szellemét zenés fellépésekkel és szavalatokkal idézték meg.